Tudták azt, hogyha nagyon stresszes életmódot élünk, és önmagában nehezen alszunk el, akkor a kender növény az egyik megoldást jelentheti a problémánkra? Hogy hogyan? Már is megmutatom. Manapság egyre inkább megfigyelhető, hogy valahol az emberek nyúlnak vissza a természethez és a természetes dolgokhoz, és van egy nagyon érdekes növény, amiről egyre többet hallani, ez pedig a kender. Nagyon sok gyógyászati felhasználás szempontjából értékes anyagot tartalmaz maga a kender növény. Persze, nagyon megosztó is, mert van egy hatóanyaga, ez a THC. Jelen pillanatban azt tudjuk, hogy 1200 feletti aktív hatóanyagot tartalmaz a kender növény. Ebben vannak terpének, klorofil, különböző színanyagok, illatanyagok, illóolajak. Milyen jótékony hatásai ismertek elsődlegesen a kender növénynek? Nagyon erős fájdalom és gyulladás csökkentő hatása van. Azokban a helyzetekben is, amikor krónikus fájdalma van egy páciensnek, amikor már semmilyen más gyógyszer nem használ, illetve van két olyan nagy csoport, akik tényleg az elkeseredett páciens kategóriába tartoznak, az egyik a daganatos betegek kiegészítő terápiája, a másik pedig az autista, illetve viselkedés zavaros epilepsziás, különböző idegrendszeri problémákkal rendelkező elsősorban gyerekek. Világszerte ezen a két területen van a legtöbb kutatás. Én két hete voltam egy nemzetközi konferencián, ahol ez egy orvos konferencia volt, 41 országból voltak ott orvosok, kutatók, és gyakorlatilag ez a két fő terület a világon mindenütt, amit intenzíven kutatnak. Itt tulajdonképpen soha nem azt mondjuk, hogy a gyógyszer helyett használja a páciens, hanem mint egy kiegészítő kezelés, akár a kezelések mellett, vagy a kezelés befejeztével, például egy daganatos betegnél. Milyen formátumban érdemes egyébként fogyasztanunk? Mindenképpen egy ellenőrzött minőségű terméket javaslunk, ami általában egy kivonat olaj formájában megtalálható. Vannak olyanok, amik az egész kender virágzatot tartalmazzák, ezek a teljes komplex vagy full spektrum készítmények. Vannak olyan készítmények, amik tisztán csak a CBD hatóanyagot tartalmazzák, és a kettő között vannak azok a készítmények, amikben van teljes virágzat, és ki van egészítve ugye a plusz CBD-vel. Tehát, hogyha terápiában gondolkodunk, akkor ezekből tudunk választani az állapotunknak, illetve a célnak megfelelően. Alkalmazhatjuk megelőzésre is, mégpedig olyankor, hogyha picit túlhajszoltuk magunkat, vagy a nagyvárosi életformában keveset alszunk. Ugye nagyon fontos ez a stresszfaktor, amikor rohanó életmódot folytatunk, stresszelünk egész nap, és ezt tulajdonképpen valamennyire képes harmonizálni.